Ugye ehhez majd fogjuk használni az OKS migrációs vizárdat. Üdvözlök mindig a Decentralized Finance Hungary mai videójában. A mai videó egy gyors videó lesz arról, hogy hogyan tudjátok az ojkosztó kenyéteket a meglévő váltóról, legyen az HBTC vagy HU, a Tron linket használva átmigrálni a Binance Smart chain -re. Jó, tehát nagyon fontos, hogy most ezt a videót megnézzük. Ugye a Twitteren kiírták az Oikos csapata, hogy megtörténik a migráció, ehhez adtak nekünk egy linket, amit mi behagyok a videó alatt. Ugye ehhez majd fogjuk használni az OKS migrációs wizardot. Ugye az Oikos Wizardot használva fogjuk tudni majd a meglévő tokenjeinket. Fontos egy Tron egy Tronlink Link Walletről majd átmigrálni. Ugye, hogy ide hogy tudjátok elküldeni az Oikosztatok, az nagyon egyszerű. Token hozzáadásánál OKS tokenre rákeresve az összeset klikkeljétek be, biztos, ami biztos, és ezt követően egyszerűen csak ezt a felső címet használva kopizzátok ki, menjetek bele a jelen esetben a HBTC, vagy bármilyen olyan váltóra, ahol tároljátok az Oikos uh, tokenjeiteket, és akkor a walletbe beleme, belementek, és egyszerűen csak OKS-re rákeresve ki tudjátok küldeni a vidro gombra rányomva nyilván az összes tokenjeiteket, és egyszerűen csak elkülditek ez egy idő után meg fog ide érkezni, ugye nekem ugye itt vannak az oikosjaim, itt van 46.794 darab oikos, amik konkrétan 2000 dollár körül lehet jelenleg, és akkor ugye ezt, az oikos tokent, hogyan fogjuk tudni akkor átmigrálni BSC-re. Ugye ehhez nekünk meg volt adva ez a link, amit itt az oikos csapata belinkelt, ugye itt van, és akkor itt megkeressük a linket, OK sportoló cash, migrációs wizard, ugye ezt megnyitva, át fogjuk tudni a tróninkünkkel összekötve az összes olykoszt migrálni a meglévő Binance Smart Chain addressünkre. Nagyon fontos megjegyezni, hogy ez a migráció akár egy órába is eltartat, jó? Tehát egy órát is igénybe vehet ez a migráció, azért legyünk türelmesek, és mindenképpen minden új tranzakció, ami nekünk új, ne egyből az összes tokenünket küldjük át, jó? Tehát nagyon fontos, hogy szerintem először egy nagyon kicsi, minimális összeggel próbáljunk meg migrálni, és ha sikerül, akkor mehet a teljes összeg a sikeres módon, jó? Tehát nagyon fontos. Ugye itt van a Tron mainnetünk, és a Metamaskon a Binance Smart Chainünk, ugye? A Smart Chain Walletben még nincs hozzáadva az OKS token, ezért nekünk az Oikos Network tokennek a contract address tehát a szerződési címet innen kivásolva nagyon egyszerűen a token hozzáadásánál egyéni tokenként hozzá tudjuk adni, és hozzá is tudjuk adni. Ha ez megtörtént, akkor ugye itt lesz lenne nekünk, hogy OKS, és akkor kezdjük is meg a migrációt. Na, a, a példa kedvéért én most jelenleg csak 300, vagy legyen 200 ojkost fogok átmigrálni. Ugye fontos, hogy a recipient address az a mi Binance Smart Chain addressünk legyen, tehát a mi Binance Smart Chainünknek a címét kimásolva ide beillesztve fogjuk elkezdeni a migrációt. Nagyon fontos, hogy ide beillesztjük a Binance Smart Chainünkön lévő címet, beírjuk példa kedvéért, mondom 100 ojkos, és indulhat is. Transfer Oikos to Binance Smart Chain. Nyilván ilyenkor az oldal visszaigazolást kér a mi amit le kell okéznünk, és ezt követően a migráció folyamat elindul, a migráció folyamat sikeres, és akkor itt ki is írják, hogy ez akár egy óráig is el tud tartani, tehát ne legyünk elkeseredve, ne legyünk elszomorodva, mindenképpen először egy pici teszt összeget küldjünk át a Binance Smart Chainre, nézzük meg, hogy működik a migrációs eszköz, és mindig lépésről lépésre haladjunk. Jó, nagyon fontos. Nagyon fontos megjegyzem azt, hogy ha legyen az trolling, legyen az metamask, ugye a smart chain-en nagyon fontos, ha legyen BNB-nk ahhoz, hogy tudjunk tranzakciókat lebonyolítani. A trollinghez nagyon fontos, ha legyen tronunk, hogy tudjunk tranzakciókat lebonyolítani. Erre figyeljetek mindig oda, hogy a troll Link-et használva mindig legyen TRX-etek, minimum 100 TRX legyen ott, ha küldtök oikoszt ide, oda, amoda, vagy bármilyen más token, mert fontos, hogy ez minden egyes tranzakció visszaigazolásnál ugye tron fog használni. Ugyanúgy, mint a Binance Smart Chain BNB-t, és az Ethereum meg ethereum fog használni. Jó, tehát ez nagyon fontos, hogy ezt megjegyezzük. Na, akkor látjuk is, hogy a tranzakció sikeres, az oikoszok -ok megérkeztek ide a Binance Smart Chain-re. Jó, tehát köszönjük szépen! sikerült az ojkoszunkat ide elküldeni. Most nézzük meg, hogy az olykosz tokenünk az fogja -e működni a pancakes fapon. Most a teszt kedvéért csak megnézzük azt, hogy működik-e az ojkosz, mondjuk a BNB-t szeretnék venni. Nézzük meg, hogy működik. Approve OKS, megerősítés. Kíváncsian várjuk, hogy a pancakes az ojkozt már lehet-e cserélgetni. És így van. Tehát az Oikos valóban felkerült a Binance Smart chain -re. Tehát, hogyha még nem vettél ojkoszt, akkor már a Pancake swap is tudod vásárolni az ojkoszt. Nagyon fontos, hogy mindig a BSC Scan Oikos Token Network-nek a contract addressét. tehát a szerződési címét bemásolva tudjátok a Binance Smart chain a Pancake swap ezt megvásárolni. Jó, tehát egyszerűen csak kimásoljátok, hozzá, hozzáadjátok, és tudjátok váltani már az Oikos. -t. Nem kell külön felregisztrálnatok más váltóplatformokra, tehát az Oikos már elérhető a Binance Smart Chain-en, a PancakeSwap-on is. Köszönöm nektek a figyelmet, remélem, hogy segíteni tudtam ezzel, és akkor kezdődjön a migráció. Sziasztok!